Köszöntöm a kedves hallgatóságot! Először szeretnék bemutatkozni, Sojnocki Anna Mária vagyok, a Budapesti Corvinus Egyetem PhD hallgatója, a robortanú tanszéken. A témát, amit be szeretnénk mutatni, még a MST-s idők alatt foglalkoztam ezzel a témával. A városi díszleményeken előfordul eperfa palstetű morfológiai és molekuláris vizsgálatával foglalkoztam. Ezt is bemutatnám a vizsgált faj. A kagylós palstetvek családjába tartozik. Az egyik legveszélyesebb kártevő ebben a családban. Ázsiai eredetű faj, ős hazája feltételezhető, hogy Kína, azonban mára már széles körülön elterjedt. Egy igen erős polifer fajról van szó. Tápnövényköre igen nagy. Gyümölcsfáktól kezdve városi dísznövényeken keresztül sok növényt károsít. Elsősorban a városi dísznövényeken a orgonán, japán akácon, eperfán és szivarfán okoz nagy mértékű károsítást. Gyümölcsfák közül őszi barackon és szilván károsít. Kártétele a szivogatásból adódik, a növényt gyengíti, illetve esztétikai kárt is okoz, gyümölcsön pedig lázfoltokat eredményez a szivogatásuk. Magyarországra 1923-ban került be, először Baranya és Somogy megyében találkoztak vele, de azóta is terjedésben van, és szinte már mindenhol fellelhető. A vizsgálat során célul tűztem ki, hogy különböző helyszínekről és tápnövényekről gyűjtsünk be egyedeket. A morfológiai vizsgálat során célom volt mikroszkópi preparátum készítése, valamint számszerűsítető morfológiai karakterek azonosítása. A molekuláris genetikai vizsgálat során az ITS-2 szakasz alkalmazhatóságát vizsgáltam, illetve arra a kérdésre kerestük a választ, hogy mikropopulációs különbségek felelhetők-e, illetve a morfológiai és molekuláris adatokat összevetettük. A következő táblázatban a feldolgozott mintákat összegeztem. 9 helyszínről gyűjtöttünk mintákat, és több városi tápnövényről, illetve volt egy külföldi mintánk, amit japán kutatók bocsájtottak rendelkezésünkre. Ez egy hímegyed volt, feromonos csapdából emeltük ki, ez a csapda teültetvényben volt kihelyezve. A morfológiai vizsgálat során a testet a harántirányban ketté vágtuk, így tudtuk elérni, hogy a morfológia és a molekuláris vizsgálat mindig egyazon egyeden történjen. És a morfológiai vizsgálatot csak a farnemezen végeztük el, ezen találhatók a legfőbb határozó bélyegek, amik fontosak voltak számunkra. A preparálást Kosztorab és Kozár módszere alapján végeztük. Olyan határozó bélyegeket kerestünk, amelyek könnyen számszerűsíthetők, illetve könnyen felismerhetők. Ilyen volt a hasi oldalon a cirkungenitális mirigycsoportok, illetve a középvonal hosszát mértük meg. Háti oldalon pedig a nagycsöves mirigyeket számoltuk meg az 5. és a 6. szelvényen. A molekuláris vizsgálat során a test felső részét használtuk. Ez egy olyan technika, ami a bázissorrend meghatározásán alapul. A riboszomális DNS ITS-2-es szakaszát használtuk, ezeket univerzális primerekkel szaporítottuk fel. A vizsgálat lépései a következők voltak, először egy PCR terméket készítettünk a univerzális primerek segítségével, utána vektorba beklónoztuk, végül egy kompetens sejtbe transformáltuk, és ezt küldtük el szekvenálásra, és végül az eredményeket összehasonlítottuk. Egy általam készített preparátumot meg szeretném mutatni a
meghatározó bélyegeket, amiket vizsgáltunk. Itt találhatók a cirkumgenitális mirigy csoportok, a felső, középső és alsó. Ezt mind a két oldalon megszámoltuk, illetve a középvonal méretét mértük meg, ami a pigidium végétől a legfelső mirigy csoport tetejéig néztük. Illetve az ötödik és a hatodik szelvényen a csöves mirigyeket számoltuk meg. Következő táblázatban a morfometria adatokat tüntettem fel. A vizsgált adatok az irodalmi adatokkal egyeztek, tehát a fajra jellemzőek voltak minden esetben, kisebb eltérésekkel. A legnagyobb testarányokkal a tüdőlői minta rendelkezett, amit egy japán akácról gyűjtöttünk. A legkisebb testarányokkal pedig a orgonáról gyűjtött martonvásári minta szerezte. Elmondható, hogy a távnövények szerint közel azonosak voltak a testarányok, illetve a leszámolt csöves mirigyek. A molekuláris vizsgálat során és kettő szekvencia általában 618 bázis per hosszú volt, kivételt képzett három egyed, amik olyan inzert szakaszokkal rendelkeztek, amik a többiben nem voltak jelen. Ez alapján készített törzsfán két külön csoportot tudtunk azonosítani, azonban tárgyaink alapján és területi eloszlás alapján se tudtunk külön csoportokat létrehozni. Azonban a japán minta az nagy hasonlóságot mutatott egy magyarországi Martonvásárhelyről származó orgonára gyűjtött mintával. Ez azt jelenti, hogy terület alapján nincsen elkülönülés, illetve hímeket is lehet használni a vizsgálat során. Elmondható, hogy a pásztori minta az mind morfológiai, mind molekulárisan külön csoportba került, azonban itt látható a nagykörösi minta, ami két külön csoportba került, pedig ugyanarról a helyről kerültek begyűjtésre. Tehát megerősítette a vizsgálat, hogy molekuláris úton mindkét egyetet használhatjuk további vizsgálatok során. A ITS-2 szakasz alkalmazható, illetve feltételezhető, hogy a tárgynövények nagyobb mértékben befolyásolják az egyedek variabilitását, mint a területi elkülönítések. Ebből a japán egyedről tudjuk, illetve a mikropopulációs különbségekről pontosabb képet kaphatunk egy nagyobb mintaszám alkalmazásával, illetve több DNS szakasz bevonásával, mivel ez egy elég kicsi szakasz volt. Több DNS szakasz bevonásával nagyobb képet kaphatunk. Hím és nőstény egyedeket használva, illetve több vizsgálati helyszínről és a leggyakoribb tárgynövények bevonásával, akár gyümölcsösökből is. Szeretném megköszönni a figyelmet. Köszönjük szépen! Kérdése, hozzászólása van-e valakinek az előadóhoz? Miért volt azt a DNS szakaszt választották, hogy ez elkerült a figyelmet? Nem mondtam. Olyan határoló szakaszai vannak, ezek egy ilyen konzervált határoló szakaszai vannak, amik nem változnak. Tehát nagyon jól lehet használni ezeket a primereket, igazából ezek univerzálisak és ezek álltak rendelkezésünkre. És itt lehet ilyen mikropopulációk között irányt, hogy intraspecifikus különbségeket fellelni, hogyha vannak. És most akkor ugye az derült ki számomra, hogy hát
tényleg nehéz elkülöníteni bármilyen csoportot, ha most még 50 munkát megnéztek volna, vagy még ugyanilyen divers törzs felett volna, akkor nem tudom, hogy kérdezzem, de akkor mire jó ez? Hát úgy gondoltuk, hogy a különböző tápnövényeken esetleg vannak mikropopulációs különbségek. Ez akkor mondhatni, hogy negatív az eredmény? Igen. Mint tudjuk, az is eredmény. Igen. Hogy esetleg befolyásolhatja a tápnövény az alkalmazkodást, és ez kihat-e molekulárisan. Egy kérdés. A megjegyzés arra vonatkozik, hogy nagyon szerencsésnek találom ezt a módszertant, hogy ugyanarról az egyetről történik morfológia és molekuláris vizsgálat, úgyhogy ez nagyon-nagyon dicsérhetes. A kérdésem pedig az, hogy egy ilyen széles elterjedésű fajnál mások a nagyvilágban vizsgálták ezt az ITS-ket, vagy bármilyen más szekvenciát, vagy morfometriát, és mutattak neki különbséget. Nem vizsgálták, ez mi voltunk az első adat, akik az elsők, akik adatot szolgáltattunk erről a szakaszról. Mikropopulációkat sem nagyon vizsgáltak még eddig. Más pajzstetreknél ilyen tápnövényhez kötött csoportok, rasszok vannak, tehát nem ugye, hogy jól értem, azért valami ilyes irányba ment ez a vizsgálat. Tehát volt valami előzetes. Köszönöm. Nem nagyon tudok, hogy lett volna. Morfológiai különbség volt tápnövény alapján. Morfológiai más volt. És az alapján gondoltuk, hogy akkor genetikai különbség is lehetséges. Amennyiben is, még egyszer köszönöm az előadást.